Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket, mindenkit ezen a nagypéntek délelőttjén, amikor az egész keresztény világ, hívő emberek megemlékezünk az Úr Jézus Krisztus szenvedéséről, haláláról, és imádkozunk azért, hogy Isten áldja meg mindannyiunk ünneplését ezen a napon. Lukács evangéliuma 23. részéből szeretnék egy igeszakaszt olvasni, ami alapjául szolgál majd a mai ige tanulmányunknak. Kövessük figyelmesen ezeket az igéket, a 24. verstől egészen a 33. versig fogom olvasni. És Pilátus megítéli, hogy meglegyen, amit kérnek vala. És elbocsátá nekik azt, aki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöcbe, akit kértek vala. Jézus pedig kiszolgáltatá az ő akaratuknak. Mikor azért elvivék őt, egy szirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolák és siraták őt. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. Mert íme jönnek a napok, melyeken ezt mondják: boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: essetek mi reánk, és a halmoknak: borítsatok el minket. Mert ha a zöldelőfán ezt művelik, mi esik a szárazfán? Vivének pedig két másikat is, két gonosztevőt ő vele, hogy megölessenek. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Amen. Nézzük meg röviden ennek az ige szakasznak az üzenetét, és merüljünk bele ebbe az igébe, és képzeletben, hitben Isten vigyen el mindannyiunkat oda, amikor mindez megtörténik. Azt látjuk az igében, hogy miután befejeződik az Úr Jézus Krisztus kihallgatása, és kimondták felette az ítéletet, elindulnak a Golgota fele, a keresztre feszítés helye felé. Ez az útja az Úr Jézus Krisztusnak, ez a megtett út egészen a Golgotáig, Via Dolorosának van nevezve, ami magyarul azt jelenti, hogy a bánat, a fájdalom, a gyásznak az útja. És valóban az Úr Jézus Krisztus számára ez mind az is volt. A Szentírás nem sok részletet örökít meg erről az útról, Pilátus házától egészen a Golgota helyéig. Amit viszont leír, az elég sok tanulságot ad a mi számunkra. Nézzük meg a kereszthordozásnak a kezdetét, mi történik az elején, megnézzük a tömeget is, mit jelképez ez, vagy mit üzen a mi számunkra, majd a kereszthordozás végét is megfigyeljük az ígéből. Azt látjuk, hogy ahogy Pilátus kimondja az ítéletet az Úr Jézus felett, a 24. versben olvasunk erről, és Pilátus megítéldé, hogy meglegyen, amit kérnek vala. Azt látjuk, hogy az ítélet végrehajtása azonnal megtörténik, megkezdődik. Az Úr Jézust átadják a katonáknak, hogy kivégezzék, mert zsidóknak nem volt szabad ezt tenni római uralom alatt. Az ítélet végrehajtását, a büntetést, a keresztre feszítést a katonák kellett, hogy véghez vigyék. Ez persze nem menti fel a zsidó hatóságokat a felelősség alól, tudjuk nagyon jól, hogy ők voltak az ítélet fő kezdeményezői. Az igében is, az Új Szövetségben is olvassuk máshol is, hogy fő felelősként vannak a zsidók megemlítve a keresztre feszítésben. Tehát csak azért, mert a katonák hajtották ezt végre, ez nem jelenti azt, hogy a zsidók, ezek a főpapok nem vétkesek az Úr Jézus ítéletében. Nézzük meg, mibe ad betekintést az ige. Az Úr Jézus ruházatára nézve Márk evangélista örökíti azt meg, és így olvassuk ott az igében: mikor pedig kicsúfolták őt, leveték róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltözteték, és kivivék őt, hogy megfeszítsék. Azt látjuk, hogy ezek a katonák úgy bántak az Úr Jézus Krisztus ruházatával innentől kezdve, mint ahogy bánik egy gyermek a babájával, amikor azt öltözteti, vetkőzteti. Állandóan vagy öltöztették, vagy vetkőztették az Úr Jézus Krisztust.
de mindenben a katonák az ő tudtukon kívül az írásokat teljesítették be, amik előre meglettek írva az Úr Jézus keresztre feszítéséről, ráadásul még az ő ruházatára nézve is volt profécia. Ott a profécia a Zsoltárok könyve 22. részében például, ahol ezt olvassuk. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. És ez pontosan így be is teljesedett a keresztre feszítéskor. De hadd mondjuk itt azt el, hogy az összes harag és rossz indulat Isten szeretett fia ellen sem tudta legyőzni Isten igéjét, hanem ezek felett Isten gondoskodik arról, hogy az írás beteljesedjen. Az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítésére nem szabad úgy tekinteni, minthogyha Isten elveszítette volna az ellenőrzését a dolgok felett, minthogyha kiesett volna a gyeplő, ami Istenünk kezéből, nem szabad ezt így nézni, sőt pont és épp az ellenkezője történik. Istennek teljes és tökéletes ellenőrzése és irányítása alatt történt minden. Az egész keresztre feszítés Istennek a tökéletes akarata és terve szerint ment végbe elejétől a végéig. Ilyen hatalmas, mindenható Istenünk van nekünk, hogy az egész keresztre feszítés, ha bár nagyon sok embernek a bűnét is magával vitte, mégis Isten tervét és Isten akaratát teljesítették be Jézus Krisztus kereszthalálára nézve. Áldott legyen Isten ezért a hatalomért, erőért, bölcsességért. Aztán az ő keresztjére nézve, a 26. versnél tartunk, a kereszt alakjára nézve két szót hadd mondjunk még el, ami fontos lehet. Nagyon sok festmény ugyanis, vagy kép örökíti meg az Úr Jézus keresztjét. Felmerült az idők során az a kérdés, hogy milyen alakja is lehetett annak a keresztnek. Több változat lett javasolva erre nézve. Először az X alakú Szent András kereszt, majd utána a nagy T betűhöz hasonló kereszt, vagy a Szent Antal kereszt, egyesek szerint ilyen alakja volt a keresztnek, vagy harmadjára a kicsi T betűhöz hasonló latin kereszt, ahogyan mi is ismerjük most. Figyelembe véve a János evangélium a 19. részében a 19. verset, miszerint az ő megítéltetésének a fő okát az ő feje fölé helyezték, innen lehet következtetni, hogy latin kereszt volt, vagyis egy olyan kereszt, amire mi is manapság mindannyian azt mondjuk, hogy kereszt. Hogy ez a keresztre feszítés milyen volt, azt mi manapság fel sem tudjuk mérni, fel sem tudjuk fogni, milyen súlyos kínoknak vetették alá abba az időbe mindazokat, akiket kereszthalálra ítéltek. Egy irtózatosan borzasztó, fájdalmas, szörnyű módja egy ember kivégzésének. A fakereszt, amire az Úr Jézus Krisztust is feszítették, hordoz magában egy átkot az ige szerint, hiszen meg van írva, átkozott mindenki, aki fán függ. És mindez azt mutatja, hogy milyen erős volt a zsidóknak a gyűlölete, haragja az Úr Jézus iránt. Azt akarták ezek az emberek, hogy a lehető legfájdalmasabb úton halljon meg az Úr Jézus Krisztus. Mire képes az ember? Milyen messze tudja sodorni az embert a gonoszságban az irítség, a bűn? Óvakodjunk tehát a bűntől. Képtelen és iszonyatos dolgokra képes az ember, ha nem szabadul a bűntől, és mi tudjuk, hogy az Úr Jézus meg tud minket szabadítani ilyen álnokságoktól, ilyen bűntől, ilyen szörnyűségektől. Jöjjünk tehát őhozzá. Látjuk, hogy mire képes a bűn. Az irítség, a gyűlölet oda vitte ezeket az embereket, hogy a büntetésnek a legfájdalmasabb módját keressék és találják meg az Úr Jézus számára. A kereszt hordozására nézve is olvasunk az igéből, mikor azért elvivék őt, egy szirénébeli Simont megragadván ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. Igaz, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten is volt, de itt látszik meg nagy mértékben ebben az igében is, hogy teljes mértékben ember is volt egy időben. Mindazt a testi bántalmazást, fájdalmat elviselni, ami Pilátus házától kezdve érte,
nem lehetett elviselni anélkül, hogy ne kapjon segítséget. Legyengült az Úr Jézus Krisztus. És itt nem úgy kell elképzelni, hogy a katonák megsajnálták az Úr Jézust, és azért helyezték az ő keresztjét valaki másra, hogy segítsen rajta. Nem. Itt az Úr Jézus tényleg fizikailag képtelen volt tovább viselni, hordozni azt a keresztet. Annyira kimerült. Szüksége volt segítségre, és ezért szólítják Simont, hogy segítsen neki. Ha térjünk egy kicsit a jelenvaló tömeghez, vagy a néphez, akik kísérték az Úr Jézus Krisztust ezen az úton, a Via Dolorosán, a Golgota felé. Lukács az az evangélista, aki a többivel ellentétben komoly és hasznos részleteket ír le erről a tömegről, akik szemtanúi voltak mindezeknek. Egy pár hasznos dolgot hadd nézzünk meg ebből az igéből, ahogy ez a tömeg, ezek az emberek viselkednek. Nagyságára nézve a tömegről azt tudjuk a 27. vers alapján, követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága. Kik is voltak ebben a tömegben? Kíváncsi emberek, tanítványok, és mások még sokan, akik hallhatták az Úr Jézus Krisztus tanítását az elmúlt napokban, és most jönnek és elszörnyölködve, kíváncsian nézik, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Ráadásul, hogy húsvét ünnepe is volt ott Jeruzsálemben, a tömeg nagyon hamar felduzzadhatott. Ez a nagy tömeg is nem véletlenül gyűlt össze arra, hogy szemtanúja legyen az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítésének. Hadd mondjuk azt el, hogy ez a nagy tömeg, akik ott akkor jelen voltak, még ebben is Istennek a keze van. Mert Isten ezzel erős tényekre, bizonyítékokra fekteti le a keresztre feszítés valóságát. Gondoskodott Isten arról, hogy ez az esemény ne tűnjön el nyomtalanul a történelemben, legyen bőségesen szemtanú arra nézve, hogy csak hitetlenek és balga emberek merjenek kételkedni a keresztre feszítés valóságában, hogy ez igazából megtörtént. Aztán van itt még egy esemény, amit Lukács megörökít a 28. versben, ahogy az Úr Jézus halad előre, látja a síró és a jajgató, gyászoló asszonyokat, és hozzájuk fordulva egy üzenetet hagy az ő számukra. Nem más ez, mint egy ítélet a zsidó nemzetre nézve. Egy meglepő parancsot ad nekik, amikor azt mondja, ne én rajtam sírjatok, hanem ti magatokon. Ami azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus előre látta és tudta, hogy Jeruzsálem asszonyai sokkal nagyobb fájdalmat fognak érezni, pusztítást fognak elszenvedni, mint amilyet most ő elvisel az ő testében. És valóban így is volt, íme jönnek a napok, mondja az Úr Jézus, ez nagyon hamar bekövetkezett, kevesebb mint 40 év múlva, Krisztus után 70-ben Titus, a nagy római hadvezér, lerohanja Jeruzsálemet, és egy vérfürdőben mindenkit elpusztít. Ezek közül, az asszonyok közül valószínű sokan megtapasztalhatták ezt. A másik, ami nagyon fontos, hogy látszik ebben az Úr Jézus Krisztus önzetlensége is. Mi emberek szinte lehetetlennek tartjuk azt, hogy mások szenvedésére gondoljunk, amikor mi magunk is nagyon szenvedünk. Olyankor az ember szinte kizárólag saját magával van elfoglalva, amikor nagyon szenved. De az Úr Jézus Krisztus itt ebben az esetben, habár kibeszélhetetlen fájdalmakat visel el az ő testében, mégis ránk gondol. Rám gondolt ő ekkor, és rád gondolt ő ekkor. Micsoda önzetlenség ez az Úr Jézus Krisztus részéről. Még akkor sem saját magával törődik, hanem velem és veled, és mindannyiunkkal. Ilyen önzetlenséget akar Isten a missziunkban is elérni. Segítsen az Úr, hogy lehessünk mi is ebben hasonlatosak az Úr Jézus Krisztushoz. Mert ha a zöldelő fán ezt művelik, mi esik a száraz fán? Képzeljük el, hogyha Isten képes volt ezt megengedni, hogy mindez megtörténjen az ő szent fiával, akiben nem volt bűn. Mennyivel inkább fog ítéletet és haragot mutatni mindazok felett Isten, akik bűnben élnek. Ha Isten képes volt megengedni ilyen nehéz szenvedést az ő egyszülött fián, akiben nem volt bűn, aki szent volt és igazságos egész életében,
mennyivel inkább fogja Isten az ő haragjának poharát megmutatni, és ítéletét kinyilatkoztatni a hitetlen világ felett. Az Úr őrizen ezért minket mindenféle hitetlenségtől. Jöjjünk hozzá, térjünk meg, csatlakozzunk Isten népéhez. Ha ez zöldelő fa ég a tűzben, mennyivel inkább fog égni a száraz fa. És ez valóban így is van. Aztán a többi gonosztevőről is olvasunk az igében, ahogy az Úr Jézust, őket is, ezeket a gonosztevőket viszik az ítélet helyére, hogy keresztre feszítsék őket is. És ez sem véletlenszerűen történik, ezzel is az írás teljesedik be. Ézsajás próféta könyvének 53. részében olvasunk erről, azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott. A világ ezt próbálja tenni azóta is. Az Úr Jézus Krisztust is, az ő követőit, és az egész keresztény világot a gonosztevők közé akarja sorolni. De lesz ebbe beleszólása Istennek is az utolsó napon, mert azon a napon az igaz ember nem lesz a gonosztevők között. Azon a napon, az utolsó napon Isten világosan és láthatóan elválasztja a világosságot a sötétségtől, a fehéret a feketétől, az igazat az igazságtalanoktól, a hívőket a hitetlenektől. És a hívők, ahogy olvassuk az igében, ragyogni fognak, mint a nap az égen. Legyünk ezért Isten népe között. Ha akarunk ragyogni, kellemetes körülmények között ott lenni majd, örökölni Isten országát, akkor nekünk hinnünk kell az Úr Jézus Krisztusban. Hiszed-e, hogy ez megtörtént az Isten fiával? Ez több annál, mint sem, hogy értelmileg felfogjuk, hogy igen, az emberiség történelme során volt egy olyan esemény, hogy Jézus Krisztust keresztre feszítették. Ez egy dolog. Ezt az ördögök is elhiszik. És sok hitetlen is elhiszi. Ezért nekünk messzebb kell menni ebben a hitben. És a mi szívünkben magunkévá tenni, hogy igen, Isten fia, én érettem, személyesen szenvedett, és támadott majd fel harmadnapra. Majd ezek után megérkeznek arra a helyre, melynek neve Golgota. Márk evangéliumában olvasuk a 15. részben. Kivivék őt, hogy megfeszítsék. Vagyis a városon kívülre. Ez a hely nem volt messze a várostól, épp a városon, a kapukon kívül helyezkedett el, de felmerül a kérdés, hogy miért kellett az Úr Jézusnak a városon kívül meghalni? Két fő ok létezik erre nézve. Az egyik egy ószövetségi ige, áldozati jelkép beteljesedése. Olvasunk erről a zsidókhoz írt levél 13. részében a 11. verstől a következőképpen. Fontos igék. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Hogy ő is a városon kívül szenvedett és halt meg, ezzel jelképesen az ószövetségi áldozatra mutat, vagy pontosabban, inkább helyesebben kifejezve, azok mutatnak rá. Azok az ószövetségi áldozatok, amiket ki kellett majd vinni a város kapuin kívül, azok mind Jézus Krisztusra mutatnak. Milyen csodálatosan megtervezte, megalkotta Isten az ő drága igéjét, hogy összeálljon ebben is az ő fiára, Krisztusra mutasson. A második ok, amiért a városon kívül halt meg, hogy ezzel jobban kifejezze a mi bűneinek a gyalázatát. Szintén a zsidókhoz írt levél 13. részében, a 13. versben olvasuk. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván. Ő egy gyalázattá vált a mi gyalázatos bűneinkért. Testvéreim, nem tudjuk mi ezt a nagypénteket kellőképpen úgy megünnepelni, vagy emlékezni ezekre a szomorú eseményekre anélkül, hogy ne helyezné Isten szemünk elé mindannyiunk személyes bűnét egyen-egyenként. Az a sok rossz dolog, az a sok csúnya dolog, ami érte az Úr Jézus Krisztust. Igazából hibáztathatjuk mi a katonákat, a zsidókat, mindenki mást, de igazából a fő bűnös az én vagyok. Az én bűneim vitték az Úr Jézus Krisztust a keresztfára.
Az én bűneim miatt kellett elszenvedje mindazt a gúnyt és mindazt a fájdalmat, amit végig Pilátus házától kezdve a Via Dolorosán, a kereszten elszenvedett. Az mind-mind az én bűneimről beszélnek. Látod a te bűneidet is ebben? Boldog az az ember, aki ezt látja, és emiatt bánkódunk és sírunk, hogy a mi bűneink képesek voltak az Isten szent és igaz fiát ilyen szorult helyzetbe vinni. De hadd mondjuk itt azt is, hogy ha az Úr Jézus Krisztusnak akarunk élni ebben a világban, akkor sok gyalázatra számítsunk mi is a világ részéről. Drága testvéreim, ha Jézus Krisztussal így bánt a világ, hogy várjuk mi azt el, hogy a világ másképp bánjon az ő követőivel? Legalábbis azokkal, akik igazán követik őt. Akik az Úr Jézus Krisztust szeretik és követik, azok gyalázatot fognak tapasztalni ebben a világban. A világ gyalázni fogja mindazokat, akik Krisztus hasonlatosságára élnek. De ha ő hajlandó volt ezt a gyalázatot elviselni, értünk a mi bűneinkért, hogy megmeneküljünk, ne legyünk mi hajlandók elviselni sokkal kisebb gyalázatot ő érette. Hadd fejezem be ezzel a kérdéssel, ami maradjon ott a szívünkben. Ha Jézus Krisztus elszenvedte ezt a számunkra felmérhetetlen gyalázatot a mi bűneinkért, hogy ne tudnánk mi elviselni kevesebb gyalázatot ő érette. Hát az Úr adjon erőt nekünk ehhez, és adjon egy olyan ünneplést, vagy emlékezést ezen a mai napon, amikor a mi drága megváltónk szenvedésére, halálára gondolunk, és hadd erősítse ezt a mi hitünket. Kívánom azt, hogy az Úr áldja meg mindannyiunk ünneplését így ezen a napon. Amen. Rodolfo.